Ja. Aki kívül van még a gépen, az Voodoomaster, illetőleg Mirtus nem foglalta még el a helyét. 2400 méter, tehát a táv, klasszikus derbi távra mennek. A fiatal évjáratot, a 3 éveseket Szingli, illetőleg Mirtus képviseli ebben a versenyben. Jó felmérő lesz ez is mindenképpen, ami a játékot illeti. 6-os, 7-es, azaz Mirtus és Szingli pont a legkedveltebbek, és hát itt van a nagy kérdője, Radio Gaga, a gátversenyeket követően. Úgy fest, hogy minden ló a gépben. És ebben a pillanatban el is indult a futamunk, a Lomnici Béla emlékverseny. Elég komótosan kezdték el a versenyt a résztvevők. Celeburdi áll ennek következtében az élet. Celeburdi mögött ott van Szingli, illetőleg kívülről Zambó színei látszanak, aztán némi nemű űr következik, Radio Gaga, illetőleg Mirtus a következő lovak, aztán a háttérben ott láthatjuk a Voodoomastert, illetőleg Rana Valonát, akinek a start pillanata azért nem jött 100%-osan jól ki. Érkeznek az első kanyarba Celeburdi vezetésébe, Celeburdi mellé pedig megpróbál fölgaloppozni Zambó, a harmadik pozíció. Jóban pedig ott van a legkisebb súlycipelő Szingli, majd pedig kvázi egy kettes fogat, Radio Gaga, illetőleg Mirtus jönnek fölfele. Tehát alapvető változás nem történt akkor, amikor a túlsó egyenesre érkezik a mezőny, és úgy tűnik, hogy Celeburdi növelni tudja az előnyét nagyjából egy olyan 2-2,5 hosszra Zambóval szemben, aztán pedig érkezik Szingli, Szingli mögött ott a belső spúron Radio Gaga, illetőleg Mirtus, és Mirtus úgy fest, hogy megindul, de a háttérből is szépen zárkó a lovak Rana Valonára, illetőleg a Voodoomasterre gondolva. Időközben megtámadja a vezető Celeburdit Zambó, fölgaloppozik mellé, kvázi légüres térben látható jelen pillanatban Szingli, aki mögött pedig most már Mirtus szaporázza, miközben azért jól fut Radio Gaga is, illetőleg Rana Valonára. Egyértelműen egyetlen ló van utolsó pozícióban Voodoomaster, tehát mellőle most már elmozdult Rana Valonára, sőt egyre jobban jön föl. Jön az utolsó 600 méter, hirtelenjében kezd összerázódni a mezőny, bár Zambó, aki ére került, megint próbál egy kicsit szökni. Zambó előnye nagyjából két hossz Celeburdival szemben, ott van a harmadik helyen mindig Szingli, majd jön Radio Gaga, az árkózó Rana Valona. Egyelőre a mezőny végére csúszik vissza Mirtus, és folyamatosan esik vissza felé Voodoomasterrel, zárják most ők ketten a sort. Zambó még mindig vezet, mögötte Celeburdi, valamint Szingli kettőse, Rana Valona, a Radio Gaga bent a fanó Voodoomaster, kívül pedig Mirtus. Zambó még mindig az élen, és már csak jó 300 méter van hátra. Középen elindul a favorit Szingli, vezet azonban mindig Zambó, Zambó, Szingli, középen pedig elindul a hosszú távú specialista, a gátversenyben nagyon eredményes Radio Gaga. Jön a két tréningtárs, egyelőre Szingli vezet, Radio Gaga azonban nagyon-nagyon erősen jön középen, és egyelőre talán lesz is majd útja Szingli vagy Radio Gaga. Szingli azonban egyelőre vezet, és Szingli megnyerheti a futamot, Szingli a nyerő. Radio Gaga mögötte a második, Zambó megérkezik a harmadik helyre, Voodoomaster, Rana Valona, Celeburdi és Mirtus mögöttük a sorrend. Totális Ecsedi Letícia siker ebben a futamban. Szingli a favorit Martin Laubéval, mit neki a 2 kiló túlsúly megnyerte ezt a futamot, és a Radio Gaga a finishben nagyon erősen a hosszú távbírás az kijött bőven. És rá mindig lehet számítani. És hát az egyesekre is, ugyebár és az egyesekre, ezt megbeszéltük. Harmadiknál rosszabb még nem volt a mai napon egyes. Zambó nagyon jó versenyt futott szerintem. Igen. Jött egy kicsit befelé, úgy lehetes talán, ugye egyenes kamerát rá. Azért szerintem érdemes lesz majd megnézniük ugye első körbe. Az volt talán feltűnő hozzátéve, hogy első blikre azt mondom, hogy a legerősebb ló nyerte azért a futamot. És hát Zambó, nem értelem mondtuk, hogy azért óvatosan ezzel, hogy a legalacsonyabb formája neki van, mert legutóbb azért nem futott rosszul. Egy kicsit elsiette talán vele a versenyt az amatőr lovas. Itt azonban kicsit hasonló taktikával, de azért jobban bírja. Ugye itt a pálya közepén Szingli, mellette jön a Radio Gaga. És ugye Zambó volt talán a legrosszabb helyzetben, de hát ugye innen látja. Hát igen, itt. Igen. Itt. Istállottársa is picit body checkelte, mármint nem... Igen. Voodoomaster lett egyébként. Volt egy kis irányváltozás, így az egyenes kamerából, meg ugye hozzátéve, amit a végén láttunk, a különbséget, én azt mondom, hogy